Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok! A mai videóban a Bond Templiorban kapcsán a Circuit Bending nevű mozgalomról fogunk beszélni, ami magyar tükör fordításban annyit jelent, hogy áramkörhajlítás, ami hát azonban ez nem azt jelenti, hogy emberek ülnek szobákban, társaságban és hajlítgatják az elektromos áramköröket, hanem mint oly sok kifejezés az angolban, több értelmű, illetve szövegkörnyezeti értelme is van, tehát a szövegkörnyezettől függő értelme van. Ez esetben azt jelenti, hogy az áramkör hajlítás, azaz áramkör átalakítás, áramkörön való belepiszkálást jelent, de nézzük meg erről, mit mond a Wikipédia, mert nem tudom ezt így pontosan megfogalmazni. Circuit bending kreatív, véletlenszerű átalakításokat jelent, főként törpefeszültséggel üzemelő eszközökön, például gitárerősítők, gyermekjátékok, képmegjelenítő eszközök és hanggenerátorok. Hangsúlyos a spontanitás, a véletlenszerűség gyakran jár együtt az úgynevezett noise musical, az zajzenével, ez egy ilyen zenei stílus, azonban sok kortárs zenész is kísérletezett úgynevezett hajlított, azaz megpiszkált hangszerekkel. Circuit bending általában az eszköz szétszerelésével jár, majd különböző komponensek az áramkörhöz való hozzáadásával, elvételével, ezzel alakítják az áramkört. Elég szabad fordításban erről van szó. És én ezt fogom elkövetni a Bontempi elektromos orgonámon, fogom az áramköreit és addig piszkálom, ameddig valami más érdekes, jobb, vagy rosszabb, vagy másként jobb hangzást előre nem tudok belecsalogatni. Ez a sorozat első átépítős része, ebben az epizódban a ritmusgenerátort, illetve a dobgépet fogjuk átalakítani, illetve fogom átalakítani, és meglátjuk, mit lehet belőle kihozni. Elkészültem az effektmodul dobmodulnak a tuningolásával. Annyit csináltam, fogtam egy diódat és egy ellenállást, és ezekkel végigpróbálgattam. Az ellenállást így simán rá akasztottam különböző kis ellenállásokra, és ezáltal figyeltem, hogy hol változik a hangja, vagy hol változnak a hangszínek, és hát kiderült, hogy elég sok helyen, mint látjátok, raktam bele egy sebesség potmétert pluszba, tehát föl lehet pörgetni a sebességét a ritmusnak, raktam bele egy cintányér szabályt, mert ez a magas hangokat szabályozza, lehetőleg ott van egy potméter, ez volt ott a helyén, de ezt kicseréltem egy nagyobbra. Van itt még pár ellenállás, amit kicseréltem, ezek ilyen, hogy mondjam, rezgő körök, amik igazából különböző dobot és egyebet szabályozzák, tehát igazából hangerőt és hangszint lehet választatni. Itt van még két kis pöcök, itt tettem egy diódát, mert itt nem volt, és ez majd be lehet kapcsolni, meg ki lehet kapcsolni, és egy ilyen érdekes hangot ad még hozzá, meg választatja a hangvészetételt, úgyhogy egyelőre ennyi. Az IC-ről nem találtam adatlapot, úgyhogy nem kezdtem el vele kísérletezni, mert nincsen másik, és nem szerettem volna tönkretenni. Illetve még itt is van egy potméter, és lehet hangot választatni, majd meglátjátok hogyan.
következő lépésben szépen bedobozolom, mármint elkészítem a furatokat a különböző potmétereknek, és elhelyezem őket rendesen. Aztán majd később lesz fényezve, gondolom, az egész eszköz, mert nem biztos, hogy így fogom hagyni, de az majd akkor, hogyha teljesen végleg kialakult, hogy mi hol lesz és milyen lesz. Elkészült az egész, helyére is került. Itt van egy kis zöld drótocska, ezt a potmétert muszáj volt leföldelnem, különben zúgott az egész gép úgy, ahogy volt. Tetszett ez a videó, szeretnél további folytatásokat látni ebből a projektből, illetve a Trabantot és az MZ projektet is figyelembe kísérnéd, kérlek iratkozzál fel itt, vagy itt, és lájkolj Facebookon, mert szeretjük a lájkokat. Köszi a figyelmet, sziasztok!